Az egyik közeli ház udvarán fekszenek azok az acélcsövek, melyek mindössze 2 hétig voltak a helyükön, elválasztva az autóforgalomtól a Vasvári közt és a Halas utcát. Majdnem 1 hónapja, október közepén ismeretlenek kiszedték a helyükről az oszlopokat. A körzetben a megismételt önkormányzati választás hetében pedig elterjedt a hír, hogy az önkormányzat betonfalat építene a helyére. A falról senki nem beszélt, tehát a fal az hazugság. Máté Péter megválasztott önkormányzati képviselő a korábbi ciklusban a gazdasági bizottság tagja volt. Hozzájuk fordultak a Vasvári köz lakói azért, hogy a területet korláttal zárja le az önkormányzat. A város által kiadott anyag alapján a lakóközösség szerint mindennapos, hogy a Vasvári közben mindkét irány felől a gépjárművezetők nagy sebességgel közlekednek, és a Vasvári utca végén lévő forgalomlassító küszöbön ugratják autójukat, nagy sebességgel veszik a kanyarokat. Egy ilyen közlekedési manőver következtében egy gépjármű kisodródott a kanyarban, átpördült és fejjel lefelé az árokban kötött ki. Nem sokon múlt, hogy a 9-es számú ház kerítésének csapódjon, rendőri helyszínelés is történt. A lakók féltik saját és gyermekeik testi épségét. A kérelmet 13 lakó írta alá. A gazdasági bizottságnak az ülésén Rácz Zoltán ellenzéki képviselő is részt vett, és egységesen, egyöntetően megszavazta a bizottság, tehát egyhangú volt a döntés, ő is megszavazta. Ez még július 31-én történt. A bizottság felhívására a polgármesteri hivatal megrendelte a munkát oly módon, hogy gyalogosan továbbra is átjárható maradjon az utca. A bizottság megtárgyalta ezt a kérést, és egyhangulag úgy döntött, hogy akkor helyezzünk ki vasoszlopokat ide az utcába, és sebességkorlátozó táblát. Amit ugye meg is tettünk, hát a kivitelezés körülbelül október elején végezte el ezt a feladatot. Azóta tépték ki tulajdonképpen? Igen, azóta tépték, hát körülbelül 2 hétig volt itt az oszlop, és akkor utána ismeretlen tettes eltávolította az oszlopot a helyéről. Ott jártunkkor is vita alakult ki a Halas utca lakói között, a romák viszont a helyzet békés rendezésére törekednek. Megpróbáljuk indítványozni az önkormányzatnál, hogy fekvőrendőt rakunk, mert az muszáj, ami lelassítsa a forgalmat, a további balesetek elkerülése véget. Erre akkor lesz lehetőség, ha megalakul az új közgyűlés, és létrejönnek az új bizottságok, addig a régi döntés marad érvényben.